Tegnap délután folytatódott a piros-kék gárda menetelése. Csank János legénysége ugyan elveszítette ártatlanságát a bajnokságban, de a szolnoki fiaskót követően tegnap újra működött a csankcsapda, és ezt a száz halombatta együttese bánta. Németh Tamás, Zombori indul, középen hárman is kérik. Németh Tamást kapja vissza Zomboritól, ez már lövőhelyzet, Németh Tamás szép lövés. Sipeki tette Szalaihoz, elől hárman is kérik, Szalai nézzük, mit kezd vele, egy nagyszerű labdát tesz Csatóhoz, lassan lövőhelyzet, Csató rá is lövi, szép védés és szép lövés is. A 13. percben Csató távoli lövéssel veszélyeztetett. Bence próbálta megszerezni, ez pedig Sipeki nagyszerű labdája Zombori elé, aki egy szép csellel viszi tovább. Nézzük, a másik védőt is beülteti, lövőhelyzet Zombori, egy hatalmas kapufa! A 3. perc elején járunk, a 2. 45 percben. Helyzet egyelőre még ebben a játék részben nem alakult ki. Seregi ismét csak az ellenfél térfelé húzódott, ez előre Bubcsó azonban megszerezte volna. Sipeki egy nagyszerű labda Zomborihoz, Gyurovát, megvan a vezetőgól. 2. félidő, 3. percében, a 48. percben tehát Gyurovát, aki az első 45 percben nem alakított túl nagyot, Sipeki és végső soron Fodor passza után megszerzi a videótonnak a vezetést, 1-0 tehát a 48. percben. Csató tette Fodorhoz, ő pedig Zombori elé egy lövés, és gól! A rövid sarokba valahogyan eljutott Zombori lövése. A 6. perc végén, őszintén szólva, én azt hittem, hogy ezt Nagy Endre simán ki fogja ütni vagy rúgni, de úgy látszik a támaszkodó lábához érkezett a lövés, 2-0 tehát. Mennyi gólszerzési lehetőség alakul ki még a fehérvárek előtt, most azonban Károly az, aki gólhelyzetben van lassan. Csetlik botlik ott az ötös környékén, megvan a lövés és megvan a szépítő gól. Gyurovát kap egy labdát a bal oldalon. Sipek itt hozza nagyszerűen játékba, ő még jobban teszi középre. Csató, ez még jobb, Csató hatalmas helyzet, gól! Gyönyörű gól! A 2. félidő 18. percében egy Sipeki Csató-Fodor Csató akció után az utóbbi fejezi be góllal a támadást, 3-1 tehát. Nézzük közben Lendvai és Sipeki az, valamint Zombori, aki vezetheti a támadást. Egy gyönyörű megoldás, megvan a 4. gól. Végeredményben a videóton remek játékkal bizonyította, miért vezetik a tabellát immáron 14 ponttal. Talán nem elhamarkodott a következtetés sem, hogy hasonló szakmai munkával és elszántsággal az átszervezés alatt álló első osztályban sok örömet szerezhetnek még a fehérvári futballrajongóknak.